Oktatási témával folytatjuk a következő percekben, és egyrészt van a stúdióban egy vendégem, Pukli István, a Teleki Blanka Gimnázium intézmény vezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És hogyha minden igaz, akkor a telefonnál pedig Pilc Olivér, a Herman Otto Gimnázium közalkalmazotti tanácsának az elnöke. Ön is hall bennünket? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, igen, hallom. Örülök, hogy itt van velünk, legalább így a telefonvonalnak a másik végén. Első kérdésem talán önhöz, miért van szükség újabb levélre, miért írtak újabb levelet, ezt már konkrétan Orbán Viktornak, illetve Balogh Zoltánnak és Cunyinénak? Hát úgy éreztük, hogy egyrészt azokon a problémákon kívül, amelyeket mi felvetettünk az első nyílt levelünkben, most összegyűjtjük a többi iskolában hozzánk érkező igényeket is, és most már követelések, igények, kérések formájában fogalmazzuk meg ezeket, különböző pontokba csoportosítva ezeket, illetve az egyik pontban felvetettük azon igényünket, hogy a megígért oktatási kerekasztalhoz, illetve a munkacsoportokba helye lenne azoknak a pedagógusoknak, akik a mindennapokban az iskolákban vannak, tehát az ő képviselőiknek, hogy a pedagógusok, illetve rajtuk keresztül a diákok érdekeit képviselhessék. Még ezt továbbra is öntől kérdezem, hogy azt mondják, hogy oktatási kerekasztalra lenne szükség. Egyrészt erre vonatkozóan kaptak-e konkrét ígéretet? Másrészt hogyan dőlne el, hogy ki ülne ezeken a bizonyos egyeztetéseken, hiszen a szakszervezetekkel jelenleg is eddig is folytak egyeztetések? Tehát még nem tudjuk, hogy kik lesznek ott az oktatási kerekasztalban, mi konkrétan meghívást oda nem kaptunk. Én a tegnap előtti miniszteri látogatáskor is elmondtam ezt az igényünket. Ott azt hangzott el, hogy ennek megvan a bevált rendje, hogy kik lesznek meghívva, hát meglátjuk, hogy mennyire hiteles személyek a pedagógus társadalom által, mennyire elfogadottak fognak itt tárgyalni, miről és mikor kezdődik majd el ez a tárgyalás, mert azért egy hét eltelt már, tehát úgy gondolom, hogy napokon belül fel kellene állítani ezeket a tárgyaló delegációkat. Most akkor egy picit Pukli úrhoz fordulok. Önök tudnak-e már bármi konkrétumot, lesz-e oktatási kerekasztal? Önök azt mondták, hogy szükség lenne egy olyan egyeztető fórumra, ahol valóban szakmai érvek mentén lehet döntéseket hozni, és mondjuk nem olyan elhamarkodottan, mint ahogy történt az elmúlt időszakban a reformok kapcsán. Semmiről nem tudnak. Tehát önökkel egyeztetett az emberi erőforrások minisztere, és ott e vonatkozásban nem hangzott el semmi konkrétum ezek szerint. Velünk konkrétan nem egyeztetett, a Miskolcon járt. Igen. Nem hangzott el semmi konkrétum ezzel kapcsolatban, tudomásom szerint. Miben reménykednek? Újabb levél, mi lesz ennek a hatása? Hát talán az oktatás irányítóinak az inger küszöbét eléri. Ez most már úgy látszik egyébként, hogy látják, hogy probléma van, de ilyen látszatmegoldásokkal próbálkoznak. Tehát nem erről lenne szó most már, réges-régen nem erről lenne szó, hogy a pedagógusoknak a minősítési rendszerében, illetve a tanfelügyeleti rendszerében történjenek változások. Igen, ez egy fontos dolog, és történjen meg, de még mindig a gyerekekről kellene, hogy beszéljünk. Tehát az oktatással kapcsolatban mik a legfontosabb kifogásai? 3-4 pontot emeltek ki, ami a legnagyobb probléma jelen pillanatban a gyerekek szempontjából. Mik ezek? A gyerekek túlterheltsége lenne az elsődleges. Mert hogy a kerettanterv és a nemzeti alaptanterv hihetetlen mennyiségű ismeretanyagot ír elő. És a 21. században nagyon nem erre volna már szükség. Hogyha megnézzük a nemzetközi összehasonlításban a magyar diákok teljesítményét, azért romlik, mert semmi másra nem marad időnk, mint hogy végig mondjuk az iskolában az ismeretanyagot. Tehát tulajdonképpen kompetencia alapú oktatásnak kellene zajlania, kooperatív technikákkal dolgozni, és megtanítani a gyerekeket gondolkodni, kritikusan gondolkodni, érvelni, valamint együttműködni. Ez lenne a közoktatásnak az elsődleges célja, és akkor fel tudnánk venni velük a versenyt. És amivel a legjobban le vagyunk maradva, az a digitális kompetencia. Ebben is ugye hiába nyomkodják a gyerekek állandóan a kis kütyüiket, az oktatásba be kellene vinni valahogy ezt, viszont eszközök hiány ez lehetetlen. Ha jól tudom, akkor a másik követelés, amit vagy igény, ami megfogalmazódott az önök részéről, az a 18 éves tankötelezettségi kornak a visszaállítása. Ezt mi indokolná? Miért lenne sokkal jobb, mint a jelenlegi szabályozás? Tulajdonképpen elveszítjük a gyerekeket azzal, hogy 16 éves korban tankötelezettségük elmúlik, innentől kezdve nem kötelezhetjük a gyereket arra, hogy ott maradjon az intézményben, és kikerül a védőháló alól, és tulajdonképpen a jövőjüket tesszük ezzel a kockára.
Pilcór, önhöz szólnék most, ön mit lát a gyakorlatban, amikor a 16 éves gyerekek, akik kikerülnek az oktatási rendszerből, nem tudom, egyrészt hány százalék, akik így lemorzsolódnak, így, hogy nem kötelező 18 éves korig járni, és ön mit lát, hogy ők milyen tudással lépnek ki a nagybetűs életbe? Hát leginkább semmilyen tudással lépnek ki az életbe, tehát a munkaerőpiacon egyáltalán nem lesznek képesek megállni a helyüket. Ez nem konkrétan a Herman Otto gimnáziumnak a problémája, tehát nálunk ilyen nem fordult még elő sosem, de látjuk, hogy vannak olyan intézmények, ahonnét azért kikerülnek így gyerekek, és innétől kezdve a társadalomnak a felelőssége, hogy mit tud velük kezdeni. Tehát egy képzetlen, 16 éves gyakorlatlan gyerekről van szó, mit tud velük kezdeni a társadalom? Legjobb eset, hogyha még az iskolában tartja, ha ez már nem történt meg, és vannak, akik kikerültek, akkor pedig egy olyan szociális ellátórendszert kellene létrehozni, amelyik az felzárkózásukat, a társadalomba való beilleszkedésüket, illetve valamilyen szakmának a megszerzésére ösztönzi őket. Léteznek egyébként adatok, hogy mióta megváltoztatták a tankötelezettségi kort, mekkora a lemorzsolódás? Hát ez még nem olyan régen történt meg, úgyhogy még én adatokról nem tudnék beszámolni. Szerencsére valószínűleg még nem túl sokan kerültek ki, de nyilván az évek alatt azért ezt tömegeket jelentene. Mi az, amit még ön problémaként a legkomolyabbnak tart? Beszéltünk arról, hogy túlterheltek a gyerekek, beszéltünk a tanárok minősítési rendszeréről, bár most talán nem ez a legnagyobb probléma, nem tényleg a gyerekek túlterheltsége, de ön szerint mi az, amin még nagyon-nagyon fontos lenne változtatni? Hát én három csoportban szoktam sorolni, ebből egy akkor elhangzott a gyerekek túlterheltsége, de azért hozzáteszem, hogy lényegében minden a gyereken csapódik le az oktatásban, hiszen róluk értük kellene szólni az egésznek, tehát hogyha a pedagógus túlterhelt, és ez a második csoport, amit érintenénk a probléma halmazban. Ha a pedagógus túlterhelt, az nyilván a gyereknek sem jó, mert a pedagógus nem tud akkor olyan színvonalon vele foglalkozni, vagy úgy felkészülni a tanóráira, ahogy a pedagógus egyébként magától is elvárná. Tehát ez összejátszik a kettő, ugye egyrészt az előmeneti rendszerrel kapcsolatos, illetve ellenőrzésekkel kapcsolatos adminisztrációból, illetve az elmúlt időszakban megnövekedett óraszámmal. A harmadik pedig, ami a szerkezeti, strukturális, illetve ehhez kapcsolódó finanszírozási probléma. Tehát addig, amíg nem lesz egy kézben összpontosítva Magyarországon az oktatásnak az ügye, és akkor ezt hívhatjuk minisztériumnak, kliknek vagy akárminek, de ne legyen széttagolva, mint jelenleg, hogy van egyszer egy szakmai üzemeltető, a klik, és van egy falakat működtető önkormányzat, addig nem lesz rend az oktatásban, mert ha egy kézben összpontosulna, akkor neki az lenne a célja, hogy megfelelő színvonalú oktatás működjön. Most pedig a több intézményre való széttagolás az az eredménye, hogy egymásra mutogatás van, hiszen pénztelen is a rendszer ráadásul, és egyikük se tudja megoldani az oktatást, mindegyik arra törekszik, hogy minél olcsóbban jöjjön ki. Cunyiné Bertalan Judit ígért korábban bürokrácia csökkentést, illetve Balogh Zoltán miniszter is azt mondta, hogy a rendszer túlzásaiból lehet, hogy majd vágnak vissza egy kicsit, mert hogy ugye, ahogy fogalmazott, túltolták a biciklit, de azt egyértelműen kijelentette, hogy marad a klik, marad ez a fenntartói rendszer. Ez elfogadható önök számára, hogyha egy normálisabb mederbe terelik a működést? Na most, hogy kliknek hívják, minisztériumnak vagy minek, a nevén nem lovagolunk, de a jelenlegi rendszert nem tartjuk elfogadhatónak, tehát továbbra is tartjuk magunkat ahhoz az állásfoglalásunkhoz, hogy rendszer szintű átalakításra van szükség a magyar közoktatásban. Ismét a stúdióbeli vendégemhez fordulok. Hallottuk a problémákat, ezekről ugye már nagyon-nagyon régóta szó van. Miben bíznak? Mert hogy szakszervezetek eddig is tárgyaltak. Kicsit furcsa a helyzet, mert hogy most megjelentek a tiltakozó tanárok, és ez egy szimpatikus dolog, hogy tényleg pont, hogy azok beszélnek, akik a gyakorlatban tanítanak, akik tényleg a gyakorlatban látják a problémákat. De hát ezek nem új keletű problémák. A szakszervezetek nyilvánvalóan eddig is képviselték ezeket valamilyen formában. Mitől más most az, amilyen formában önök el szeretnék kérni, hogy legyen ennek bármilyen eredménye? Mitől lesz ez eredményesebb, mint az eddigi érdekérvényesítés? Alulról jön a kezdeményezés. Én azt gondolom, hogy a szakszervezeteket sem szeretnénk ebből az egészből kihagyni. Tehát amit eddigi gyakorlat volt, hogy a szakszervezetek elég gyakran részmegoldásokkal kénytelenek voltak támogatottság híján beírni. Most viszont egy hihetetlen nagy erő kezd kibontakozni az ügy mögött, és így a szakszervezeteknek is talán könnyebb erőt demonstrálni.
Én azt gondolom, hogy ugye vegyük például egy tüntetés vagy egy sztrájk valószínűségét, a magyar jogszabályok csak a szakszervezeteknek engedik meg, hogy sztrájkot szervezzenek, tehát a szakszervezetekre egyértelműen szükség van. És hogyha ekkora felháborodás van, lehet, hogy naív lesz a kérdés, de akkor miért nincs sztrájk? Tudom, hogy nem önökön múlik. De nyilvánvalóan tárgyalnak a szakszervezetekkel, beszélnek ilyesmiről, hogy jó, most megírtuk ezt a levelet. Ennek szerencsére elég nagy lett a visszhangja, de ha nem történik semmi, akkor mi lesz a folytatás, utcára vonulnak-e? Hát én azt mondom, hogy igen. Ebben mondjuk nem egyeztettünk Pilc Olivér úrral, de a saját véleményemet elmondhatom ezzel kapcsolatban. Ugye február 3-án lesz Miskolcon egy fáklyás felvonulás, ahova mi is tantestületileg elindulunk, külön autóbusszal, és egyébként várjuk is azokat, akik szeretnének hozzánk csatlakozni, és bízunk benne, hogyha a szakszervezetekkel lezárulnak a tárgyalások, mert tudomásom szerint most folyamatban van az EMMI-vel egy tárgyalás, ha ezek lezárultak, akkor a szakszervezetek is lépni fognak, és tüntetést, illetve sztrájkot fognak szervezni, amennyiben nem lesz tényleg rendszer szintű átalakításra esetleg hajlandóság. Tehát most nem a fáklyás felvonulásról beszélünk, hanem a klasszikus, tényleg erős határozott demonstrációról, hogy önök szerint erre szükség lenne. Tehát ha mondjuk valamilyen határidőig, nem tudom, egy hónapon belül nem történnek érdemi változások, akkor önök kezdeményezni fognak egy nagy utcai demonstrációt? Egyértelműen igen. Igen, természetesen, és hát azt gondolom, hogy a támogató aláírásokból kiderül az, hogy lesz is mögöttünk tömeg, tehát lesz súlya. Arra számítanak? Mert hogy nagyon sokat szoktunk a demonstráció kapcsán beszélni arról, hogy nem mennek kimenni az érintett szaknáknak a képviselői az utcára, tehát ezért nincsen az egészségügyi dolgozók, tehát ott sem volt már nagyon régóta jelentősebb sztrájk. Önök bíznak benne, hogy most már olyan a helyzet, hogy kimennek menni például a tanárok? Most nézze, szeretnék akkor ezután üzenni a pedagógusoknak, hogyha lehet ilyet tenni a televízión keresztül. Nincs mitől félni. Tulajdonképpen van egy alaptörvényünk, amely szólásszabadságot emberi alapjognak tekinti. Én azt gondolom, hogy semmiféle klik, SMS és nemzeti köznevelési törvény ezzel nem mehet szembe. Tehát nem a saját munkánkat tét. Tehát egy-egy ember elveszíti az állását, ha ilyen van, mert ugye lehet hallani különböző visszhangokat ezzel kapcsolatban, hogy megfélemlítenek tanárokat. Nálunk szerencsére ilyesmi nem volt. Nem történt a mi tankerületünkben. Tehát önt például nem keresték meg, mint intézményvezetőt a kliktől, hogy mondja el, hogy mely tanárok csatlakoztak az aláíráshoz? Nem történt ilyen. Én állásfoglalást kértem az első interjúm előtt a tankerületi igazgatótól. Ő lényegében hivatkozott a klik SMS-re, valamint a nemzeti köznevelési törvény által előírt paragrafus sokra, de ezzel lezártnak tekintett az ügyet, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy én kiállok és vállalom arccal, azért hát ha ettől lendületet kap más is, és utánunk jön, vagy velünk együtt jön. Én azt gondolom, hogy tényleg nincs mitől félni, mert nem egy-egy állásról van itt szó, hanem a gyerekekről, és a gyerekek jövőjéről, és ugye itt folyamatosan arról van szó, és olyan visszajelzéseket kapunk a kormányzat részéről, hogy más vállalat esetében ezt bizonyára nem lehetne megtenni. Én azt mondom, hogy nem szabad összekeverni egy multinacionális vállalattal az oktatás ügyet, mert nem rövid távú profit szerzéséről van szó, hanem arról, hogy 10-20 év múlva milyen társadalom él Magyarországon majd. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel, meglátjuk majd, hogy milyen eredményre vezetnek az egyeztetések, és hát, hogy akkor annak fényében, ha nem elégedettek vele, lesz a demonstráció. Köszönöm. Köszönöm szépen.